Zoltán, sziasztok! Hello. A 14. EGRI régi jármű találkozón és túrán rajthoz állt a városgondozás locsoló autója is. Egy régi cserhát is lágerre tudnénk idézni, ugye, aminek az volt a cím, hogy Porsche szerelem száguldás, most Skoda szerelem száguldás lett helyette. Ezzel lehet száguldani? Igen, tehát viszonylag még frissen kapkodja a lábait. Hál' Istennek örülünk neki, hogy egy viszonylag régi EGRI hagyományokat tudunk folytatni, ugye, hogy régi emlékeinket próbáljuk megmenteni. Ennek a példája ez egy Skoda 706-os RT locsolóautó, 1982-es, és közel egy több mint fél éves kemény munkával, megfeszített munkával tudtuk ezt helyreállítani, ezt az autót. Az első állomásuk Egerszalókon volt, itt a feladat teljesítése után a Sódombot is megnézhették. Azért örülök ennek nagyon, mert én autós vagyok, és ilyenkor nagyon sok olyan járművel is találkozok, és barátaimmal, akiket ismerek. Melyik a kedvenc ezek között? Még nem választottam ki, de lesz egy olyan díj, amit Egerszalók fog adni, egy külön díj, majd megnézek mindent, és utána bölcsen kiválasztok egyet. Egy ilyen régi autó, vagy ilyen sok régi autó, milyen érzéseket hoz elő az emberből? Fú, nagyon-nagyon jó, nagyon jó. Én, amikor tanítottam, elvittem a közlekedési múzeumban tanulóimat, és akkor mindenki csak ámult-bámult, hogy az elődeink is milyen okosak, ügyesek voltak, és milyen praktikus dolgokat találtak ki, és fejlesztettek ki. Megérkezett Szalókra az az NSU, amit évtizedekig szén alatt rejtegettek. Minden papírja megvolt, csak a motor nem. Ma is teljesen eredeti állapotban van. Ki kellett mosni a 60 éves olajat belőle, mert be volt már kocsonyásodva. Ilyen többszöri forró olajos átmosással kijött, aztán olajat zsírt tenni vele, és elindult. Tehát igazából, ahogy lerakták, ez úgy indult el. Akkor még van alapja ezeknek a legendáknak, hogy lehet találni járműveket pajtában, padláson, színkupac alatt? Elég ritkán, de azért még néha előjön egy-egy. Sajnos, hogy ritkán, de előjön. A túra 150 kilométeres volt, mindenhol különlegességek várták őket. Olyan helyekre vitték el a szervezők a résztvevőket, ahova nem biztos, hogy maguktól eljutottak volna. Verpeléten például bort lopóztak. Mindegy is vele legyen, hogy van még idő bőven. Innen mentek tovább Recskre, a táborba gyertyát gyújtva emlékeztek azokra az emberekre, akiket itt tartottak fogva. Én egyszer már voltam itt, és nagyon megrázó emlék volt, és most, hogy újra fölelevenítem, most is ugyanazok az érzések jönnek vissza. Érdemes egy ilyen túrán részt venni, mert az nagyon sok új ismerettel bővíti az embernek az emlékezetét. Parácsasváron pedig azt nézték meg, hogyan fújják az üveget. Most teszünk rá egy fület is. Az idei túrára érkeztek cseh, szlovák, osztrák és szerb veteránosok a hazaiakon kívül. Hogyha az idő nem rontaná, gyönyörű, gyönyörű. Gondolom, itt van mit megmutatni. Az Egernek a környéke, meg a tájak, az mind gyönyörű. Fiatalok voltunk, akkor volt nekünk ilyen motorunk, meg kocsink. Jó volt, szép volt. Még útba ejtették Péter vásárát, és Bekölcén keresztül tértek vissza Felsőtárkányba. A szombatesti értékelésen Barta Róbert versenyigazgató azt mondta, 10 éve nem volt ennyi jármű az EGRI rendezvényen. A sok eső megviselte a motorosokat, mindenki hősként ünnepelte őket. A motorkerékpárral érkező résztvevők megdöbbenésünkre fölvették az esőruhájukat, ráültek a motorkerékpárra, és egy-két jármű kivételével mindenki teljesítette ezt a távot. Meg is köszöntük nekik, mert nagy megpróbáltatás volt a részükről. Arra mindig ügyelünk, hogy ügyesen elrejtsük az ismert falvakat és helységeket és városokat, különböző utakat találunk ki, és azt hiszik, hogy minden évben olyan okosak vagyunk, hogy soha nem látott útvonalakon mennek, tehát mindenképp variáljuk, hogy újat lássanak, érdekességet, tájat lássanak, hegyeket, esetleg várakat és olyan különleges dolgokat, amiket nyilvánvalóan 2-3 évente meg tudunk nekik mutatni. Mi egy nagy család vagyunk, jönnek újak, esetleg maradoznak el, elmondjuk az egész éves élményeinket, motorozunk, autózunk, egy kis kultúra van benne, mint ahogy most a Recski tábort néztük meg, hogy örök mementó legyen, hogy soha többet ne legyen ilyen, megnézünk egy templomot, nézünk egy kiállítást, például cifraistálót, tehát próbálunk kultúra, szórakozás, buli. Az eső miatt vasárnap elmaradt a kiállítás, és nem Egerben, az Eszterházi téren adták át a díjakat sem.
6 kategóriában díjazták az autókat és a motorokat, emellett szinte minden település szponzor is adott át külön díjakat.